Őszinte örömmel és szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon boldog vagyok, hogy itt a Göcsényi templomban diákonusz szentelésen vehetünk részt. Köszöntöm elsősorban a szentelendőt, a családját, hozzátartozókat, hisz minden emberi élet sors mögött elsősorban egy család van. Azok, akik a mindennapokban, a hétköznapokban hitvesként, családtagokként jelen vagyunk, és ez mindenkinek hiszem, hogy ünnep, találkozás, jelenlét. Köszönöm az atyáknak, akik eljöttek az egyház különleges ünnepére. Ez minden szentelés, diákonus, papszentelés a különleges ünnep, és köszönöm a csapatnak, a diákonusoknak, akik ezzel jelzik, hogy befogadnak téged maguk közé, és azt akarják, hogy állj közöttünk, számítsál ránk,
és nagy megtiszteltetés. Köszönöm, fiúk, hogy itt vagytok, és együtt ünnepelhetünk, és mindenkinek, cserkészeknek, híveknek, akik tisztelettel, szeretettel, református egyház képviselőinek is. Nagyon köszönöm a közös ünneplést, közös együtt gondolkodást. Egy liturgia, a diákonus szentelés, egy imádság, egy találkozás érte és vele, és mindazokért, akiket szolgálni fog, akik körében él és élni fog az Istentől kapott hivatás útján. Így legyünk jelen, és így kérjük Istentől magunknak is azt az ajándékot, ami életünk hivatásában ott kell, hogy legyen, hogy betölthessük a ránk bízott feladatot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Könyörülj rajtunk, Urunk! Mert vétkeztünk ellened. Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! És add meg nekünk az üdvösséget! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Könyörögjünk. Istenünk,
Te egyházad szolgáit arra tanítottad, hogy ne uralkodni akarjanak, hanem inkább testvéreik szolgálatára törekedjenek. Kérünk, hogy választottadnak, akit ma a szerpapság tisztségére emeltél, adj tevékenységében buzgóságot, szolgálatában szelídséget. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amely a hallgatók tovább alakulcik.
lelketek tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a kukolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közül, atyátok tudta megölni. Nektek pedig minden szál rajtokat számon tartják. Ne féljetek rá, sokkal többet értek ti a verebeknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igény. Méltónak tartod őt? Keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, méltónak találtatok. Az Úristen és üdvözítőnk Jézus Krisztus segítségével kiválasztjuk ezt a testvérünket a szerpapság rendjére. Istennek legyen hála. Tessék helyet foglalni. Így szól és így hangzik nagyon sok-sok éve az egyház hivatalos liturgiája a szentelés kiválasztottjának megszólítására, bemutatására, de én kérem azt, aki plébánost, aki ismeri, együtt dolgozik vele, tudom, hogy az egyházközségeket is együtt szolgálják, hogy egy picit testvéreknek, nekem is, ahogy ő látja, hogy ő lát, mutasson be. Főtisztelendő püspök úr, kedves vaskapa, kedves paptestvérek, diakonus testvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, hogyan ismertem én meg Gyurit? Még a szertartás elején én elvettem egy képet, egy emlékképet erről a mai ünnepről, szerpappá szentelik a mai napon Gyurit. És az a jelmondata, hogy itt vagyok, engem küld. Valóban igaz rá ez az izajási idézet. De mondhattam volna, szólj Uram, hallja te szolgád. Valóban ő egy olyan ember, akitől bármikor, bármit kérek, készen áll. Nem mondott még soha nemet semmire. Akkor is, hogyha családja volt, vagy délután program volt, atya megoldjuk, ott volt, segített. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos momentum az ember életében, amikor a Jóisten hívja, akár az imádságra vele legyen, itt vagyok. Szólj Uram, figyelek rám. Nagyon fontos momentum, amikor Jézus meghívja az apostolokat, jöjj, kövess engem, hát rajtok mindent, követték őt.
kérdés nem volt tiltólagos. Valóban igaz ez a mondat, itt vagyok, engem küld, én jelentkezem. De mondhatnám a Szentírásból azt a részt is, hogy van itt egy fiú, akinek van két halott kenyere. Itt vagyok, vezess, alakíts, formálj. Másik pedig, ami nagyon számomra kedves és nagy segítség, hogy odafigyel a fiatalokra, gyerekekkel. Valóban időt, pénzt, energiát nem spórolva elmegy, szomszédos falvakba is összeszedi a gyerekeket, elhozza, hazaviszi. Kezünkbe adja azt a rövid örömhírt a vasárnapról, utat mutat. Utána menni az elveszett egynek, megkeresni az eltévedtet, hazahozni, mint ahogy Jézus is ugye vállára veszi a jó pásztor az eltévedtet. Fontos momentum ez is, azt gondolom, mind a szerpapír, vagy az áldozók, aki szolgálatban, utána menni az elveszettnek. A legkisebbet is megkeresni, megtalálni. Mindig köszönöm ezt a Jurinak is, hogy új ötletekkel áll elő, hogy menjünk ide, tartsunk igelitúrját, foglalkozunk gyerekekkel. Van hozzá érzéke, akarja. Harmadik pedig, ami számomra megint kedves, hiszen számomra is fontos a liturgia, a Szent Mise. Mikor ide kerültem, akkor jó előre kinyomta a nagyheti szertartás szövegeit, összeállította. Számára fontos a liturgia. Valahogy úgy érzem, hogy ő otthon van az oltárnál, a szolgálatban. Szeretnék a liturgiát, menjen haza előképe, amikor az ember itt lehet az Isten mellett, és ő jól érzi magát, otthon van a liturgiában, szeretni. Ez a három gondolat jutott az eszembe Juliról, hogy milyen is ő van. És azt gondolom, ezek nagyon fontos értékek. Ugye ez a jó, ami megkezdett benne, hogy Attila és a testvére mondta, erre várt már nagyon régóta. Szertartásban is elhangzik ez a mondat, majd jól figyeljünk rá. Gondolataimban én is sokszor elmondom vasárnap ezt a mondatot, hogy a Jóisten tegye teljessé a jót, amit megkezd a mai napon bennem. Nem egy célállomás, hanem továbbra is Jóisten ajándékával, kegyelmével szolgálni a híveket és Jóisten felé vezetni. Nagyon köszönöm. Korrekt. Hát ennyit akartam mondani. Azt gondolom, ez most nagyon köszönöm, nagyon-nagyon szívből jött, és köszönöm útravalónak is, jó. Ez a találkozó, ez a Szent Mise, ez a szentelés egy oázis. Abban a világban, abban a létben, ahol az egyháznak újra kell találnia magát, újra kell fölfedezni. Olyan, mint egy hajó, amelyik eddig így boldogan evezett, és láttunk már, hogy kiszáradt a tenger, vagy kiszáradt a folyó, és ott áll a hajó. És valahol sokan azt érzik, hogy kiszáradt, és valahogy nem tud tovább haladni ez a hajó. De igenis, ennek a hajónak új vizekre kell, új erőkre kell találni, és megvan, most már látjuk, most már érezzük, csak bátran bele kell szállni ebbe a hajóba, Krisztus hajójába, meg kell ragadni az evezőt, nem utasok vagyunk Krisztus egyházának hajójában, nem luxus hajó út. Vannak, akik így élnek, vannak, akik ezt gondolják, vannak, akik ezt érzik, de Krisztus feladatra hív és küld. És meg kell ragadni az evezőt. És köszönöm
ma, hogy itt nyilvánosan az egyház szentségéhez kapcsolódva a diákonusi szolgálatban azt mondod, ahogy eddig, ezután is megragadom azt az evezőt, és ott vagyok Krisztus szolgálatában, jelenlétében. Mondhatnám ezt a nagyon gyönyörű, igazi, azt gondolom mindjárt szívébe beégett képet, hogy evezz a mélyre. A szentelési szertartásnak van egy gyönyörű imádsága, amelyből egy gondolatot szeretnék idézni, ami valójában ma csak aláhúzza azt, amit a plébános úr mondott, és megerősíti, hogy igen, ez a feladatunk. Így hangzik majd ez a gyönyörű gondolat. A te parancsait tündököljenek minden tettében, hogy élete példájával szent népedet követésre serkentse, a lelkismeret szavát nagyra becsülve, tartson ki szilárdan és álhatatosan Krisztus mellett, ki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Szent népedet követésre serkentse, ez a küldetés, figyelve a lelkismeret szavára, azaz Isten szavára, és szilárdan, álhatatosan kitartani Krisztus mellett. Ez valójában az életünknek a titka. Ez az, amit rögzíteni kell, nem csak diákonusoknak, papoknak, püspöknek, hanem minden Krisztus követőnek, hogy Krisztus mellett kell kitartanom. Lehet, hogy az emberi arculat az egyháznak sebződik és sebződött és sebződni fog, de Krisztus mellett kell kitartanom, aki meghívott. Nem én hívtalak meg, nem a plébános úr, még csak nem is a testvéred, hanem Krisztus hívott meg. Bennünk szabad és lehet sajnos csalódni, de vigyázni, ki hívott meg engem, ki szólított meg, és hozzá kell nekem hűségesnek lennem. Aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak. Ezt a szolgálatot te már a gyakorlatban megmutattad, a hétköznapi életben igazán életté váltottad, és azt kívánom, azt kérem, hogy ez így folytatódjon. Mi ez a szolgálat? Mi a szolgálat lényeg és háttere? Hitet szolgálni, és a közösséget szolgálni. A hit az kapcsolat Istennel. Ezt a hitet szolgálni, és a közösséget embertársainkban, fiatalokban, cserkészekben, családokban, hittanosokban, kapcsolat Istennel és embertársakkal. És ennek a kapcsolatnak, ennek a szolgálatnak megvan a módszere. Megvan, hogy hogyan, mivel. Majd a szentelési liturgiában kezedbe adom a Bibliát, a Szentírást, Isten szavát, és ez a nagyon csodálatos üzenet hangzik el. Vedd Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél, ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Ezt kell újra az egyháznak megtalálni. És ennek leszel a szolgálatára Krisztus akarata és szándéka szerint. Először is a személyes életedben. Az Isten szava, Isten üzenete, Isten barátsága. Hogy van ez az én életemben, a személyes sorsomban? Minket megkísért, hogy beszélni akarunk az Isten szaváról, elmagyarázni akarjuk, továbbadni akarjuk, de ez nem ér semmit és üres, ha nincs a személyes találkozásom, amit csak magamért,
magamnak, ahol az Istenre figyelve vagyok jelen. Ezt szolgálni a személyes mások életében, egy-egy ember életében. Nagyon nehéz ezt közösségben megtanítani. Sok-sok idő kell, hogy leülni és tanuld meg hallani az Isten szavát. Hogy hallgasd a személy, a Biblia szaván, az Isten szaván, a lelkiismeret szaván keresztül. Ne értelmezd a Bibliát, azt is kell, hanem halld a neked szóló, élő Isten üzenetét. Ezt kell újra fölfedezni az egyházban, a családi közösségben, a saját családomban, és sok-sok családot segíteni, hogy a családi asztalnál le kell porolni a Bibliát, le kell ülni és engedni, hogy az életünk legfontosabb üzenete, Isten üzenete a mi családunkban, a mi otthonunkban, a mi Bibliánkból, a mi asztalunkról, a mi közösségünkben megszólaljon. Hogy nem kell másnak jönni hirdetni. És ebben kell segíteni a családokat. És ebben kell segíteni a közösséget. Krisztus szándéka szerint az egyház léte közösségi lét. Az ember az Atya teremtettségéből fogva, ahogy teremtett bennünket, közösségi lét. És ezt az Istennel való találkozásban is meg kell találnunk, meg kell éreznünk. De ehhez a lépéshez, ehhez a kilépéshez, ahhoz, ami most itt történik veled, ez nagy bátorság kell. Köszönöm ezt a bátorságot. Köszönöm a döntésedet. Akkor is, amikor mások azt mondjuk, hogy vártak erre, vagy talán a te szívedbe is érlelődött ez. De ez egy döntés kell. És ezt a bátorságot kérlek, hogy add tovább. Merjenek Krisztusra hallgatni. Merjenek az emberek Krisztusra figyelni. Merjék meghallani a hangját, mert emögött van az életünk értéke. Márai Sándor ezt a bátorságot így fogalmazza meg. Nagy bátorság kell ahhoz, hogy egy ember fenntartás nélkül engedje szeretni magát. Bátorság, csak nem hősiesség. A legtöbb ember nem tud szeretetet adni és kapni, mert gyáva és hiú, fél a bukástól. Szégyelli, hogy odaadja, s még sokkal inkább szégyelli, hogy kiadja magát a másiknak, elárulja a titkát. Azt a szomorú emberi titkot, hogy szüksége van gyengétségre, nem tud meglenni nélküle. És ez a szeretet, ez az egyénnek, a családnak, a közösségnek a szeretete, ahol kiadom magam. Ezért kell segíteni az édesapákat, a férjeket, mert a férfi szív ereje és bátorsága kell ahhoz, hogy azt mondja, hogy családom, ma este leülünk, ma este gyertyát gyújtunk, ma este kinyitjuk a Bibliát, ma este én fogok olvasni belőle, ma este együtt fogunk beszélgetni róla. Tudom, hogy ez nagy bátorság kell, de amíg ezt a családapák és a férfiak nem lépik meg, addig gyáva módon becsap bennünket a sátán, és félrevezet különböző utakon, ahol még azt hisszük, hogy talán van valami Isten kapcsolatunk, de már rég elveszítettünk mindent. Ezért köszönöm neked ezt a lépést, köszönöm a családnak, aki támogatott, aki most is, és hiszem eddig, és ezután is mögötted és veled van. A családi kapcsolat erejével, biztonságával és szeretetével.
Így kell kézbe venni Isten szavát, Isten igéjét, megszólítani, és új reményt, új biztonságot, új erőt önteni az emberi szívekbe, az isteni remény, az isteni ígéret alapján, mert olyan reményünk, olyan feltétlen biztonságunk van, amely minden földi reményt felülmúl, mert szem nem látta, emberi fül föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Kedves fiam, mielőtt a szerpapság rendjébe lépnél, a nép szín előtt nyilatkoznod kell, milyen szándékkal vállalod ezt a tisztséget. Akarod-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által az egyház szolgálatára felszenteljelek téged? Akarod-e, hogy kézrátételem és a Szentlélek ajándéka által a szerpapi szolgálatot a papi rend segítésére és a keresztény nép javára alázatos szeretettel gyakorolni? Akarod-e a hit szent titkát az apostol szava szerint tiszta lelkiismerettel őrizni, és ezt a hitet szóval és cselekedettel hirdetni az evangélium és az egyházi hagyomány szerint? Akarod-e őrizni és gyarapítani magadban az imádságos lelkületet, amely hivatásoddal együtt jár, és ebben a szellemben hűségesen és életkörülményednek megfelelően imádkozni a zsolozsmát, az egyházért és az egész világért? Akarod-e példás élettel szüntelenül Krisztust követni, akinek testét és vérét az oltáron érinted, és a híveknek nyújtod? Akarom, Isten segítségével. Igészet tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak. Ígérek. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy szolgájára, akit a szerpapság szent rendjébe kegyesen felvesz, árassza ki áldásának kegyelmét. A szentelésnek talán a megrendítőbb pillanata következik, amikor a teljes átadásnak a szimbóluma, a leburulás történik, és ki hogyan van jelen, kérném szívünkben, érte és vele most együtt imádkozzunk. Boruljunk térdre! Christus, kegyelmezd nekünk!
Mi Urunk Istenünk, hallgasd meg kegyesen kérésünket, hogy amit püspöki tisztségünk szerint végzünk, az kegyelmet segítsége kísérje, és akit meggyőződésünk alapján a szent szolgálatra ajánlunk, szentelje meg a te áldásod, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Álljatok fel! Állj mellettünk, mindenható Istenünk! Te minden kegyelem forrása, ki a tisztségeket szétosztod, és kijelölsz minden munkakört. Míg megújítod a mindenséget, magad változatlan maradsz, és örök gondviseléseddel elrendezel mindent a te igéd, hatalmad és bölcsességed a mi Urunk Jézus Krisztus által. Te előkészítesz mindent, és minden egyes korszaknak megadod, ami annak megfelel. Szent templomod nagyobbodására bőkezően növeled és gyarapítod fiat titokzatos testét, az egyházat, mely megoszlik ugyan a kapott égi kegyelmek mértéke szerint, de tagjai a különbség ellenére a Szentlélek által mégis csodálatos egységbe fornak. A szent teendők ellátására a szolgálattevőknek hármas fokozatát alapítottad,
hogy szolgáljanak néked, mint ahogy egykoron kiválasztottad Lévi fiait a Szent Sátor szolgálatára, így egyházad kezdetekor fiad apostolai a Szentlélektől vezetve kiválasztottak 7 fethetetlen férfiút, hogy mindennapi szolgálatukban segítségükre legyenek, ők pedig ezáltal még inkább az imádságnak és az igehirdetésnek szentelték magukat. E kiválasztott férfiakra az imádság és kézrátétel által az asztal szolgálatot bízták. Nézd, kegyesen Istenünk, ez szolgádra, aki majd szent oltárodnál szolgál, és aki alázattal a szerpapi tisztségre szentelünk. Küldd erre a szent lelket, kérünk, Istenünk, hogy 7-szeres kegyelmi ajándékod által a szolgálat hűséges végzésére erőt nyerjen. Az evangéliumi erények gazdagsága töltse előtt a tettetés nélkül való szeretet, a betegekkel és a szegényekkel való törődés, a mértéktartó tekintély, az ártatlan tisztaság és a lelki ember fegyelme. A te parancsait tündököljenek minden tettében, hogy élete példájával szent népedet követésre serkentse, a lelkiismeret szavát nagyra becsülve, tartson ki szilárdan és álhatatosan Krisztus mellett, ki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és fiadat követve a földön, méltó legyen vele együtt uralkodni a mennyben, ki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Krisztus evangéliumát, amelynek hirdetője lettél, ügyelj arra, hogy amit olvasol, hidd, amit hiszel, tanítsd, és amit tanítasz, kövesd is. Szenteltel.
Imádkozzatok, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Mennyei Atyánk, fiad azért mosta meg tanítványai lábát, hogy nekünk példát adjon. Kérünk, fogadd el készségesen szolgálatunkat, és add meg, hogy miközben magunkat áldozati adományként neked felajánljuk, az alázat és buzgóság szelleme töltsön el minket Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, te egyszülöttedet a Szent Lelkeddel, az új és örök szövetség főpapjává felkented, és csodálatos rendelésed szentül meghagytad, hogy az ő egyetlen papsága fennmaradjon az egyházban. Bár Krisztus egész megváltott népét királyi papsággá tette, de testvéri szeretetből egyeseket kiválaszt, hogy a kézrátétel által szolgálatának részesévé váljanak. Szent néped között a szeretetben élen járjanak, az igével táplálják, és erősödjék a szentségek által. Ők életüket neked és testvéreik üdvösségének szolgálatára szenteljék, hogy hasonlóvá váljanak Krisztushoz, és mindig tanúságot tegyenek arról, hogy hisznek benned, és szeretnek téged. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, Istenünk, és méltán dicsőít téged, alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.
A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaival. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, Szent Menyhérttel, Márkkal és Istvánnal, kassai vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben, földi zarándok útját járó egyházadat. Szolgádat Ferenc pápánkat, László püspökünket, és szolgádat, akik ma az egyház szerpapjává rendeltünk, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyám, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól,
adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk, Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljesedtségét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engedődek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk. Urunk Istenünk, te szolgáidat mennyei eledellel és itallal töltötted el. Add meg nekik, hogy a te dicsőségedet és a hívek üdvösségét munkálva hűségesek legyenek az evangélium, a szentségek és a szeretet szolgálatában Krisztus, a mi Urunk által. Tessék helyet foglalni, mert a diákonos úr szeretne szólni hozzánk. Szeretném megköszönni
Maradjunk. Köszönöm szépen. Hát nagyon tessék nyugodtan helyet foglalni. Elmondom olyan könnyen. Nagyon boldog vagyok, hogy az első diákonosi tevékenységéért már megszületett a szívében, segít gondolkodnom, hogy hogy kell a egyházmegyében disponálni, tehát ez már egy pozitív lépés. Látom, hogy mellém áll és sugall dolgokat, ez a diákonosnak dolga is természetesen, az én dolgom pedig dönteni. Nagyon köszönöm mindenkinek, és nagyon hálás vagyok tényleg, hogy ilyen sokan messziről is, tiszteletem és szeretetem mindazoknak, akik tényleg vették a fáradtságot, hívek, atyák, hogy ma itt akarok lenni, veled, érted, imádkozni. Jóisten áldása, öröme és szeretete legyen minnyájukkal. Az Úr legyen veletek! És veletek! Isten, aki egyházában az emberek szolgálatára hívott meg téged, adjon neked apostoli buzgóságot mindenki iránt, kivált kép a csapásoktól sújtottak és a szegények iránt. Isten, aki Krisztus evangéliumának hirdetésével bízott meg téged, adja meg neked, hogy az ő igéje szerint élj, mint annak nyílt szívű és lánglelkű tanúja. Isten, aki rád bízta szent titkainak közvetítését, tegyen téged fiának, Jézus Krisztusnak követőjévé, és a világ egységének és békéjének szolgájává. Amen. És titeket, mindnyájatokat, akik most itt velünk együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szentmise véget ért, menjetek, küldetésetek van. Istennek legyen hála.